Korlátozottság és a válság napjairól szeretnék beszélni. Négy lap van a tarókártyában, a nagy árkánok között, ami kifejezetten ezt jelzik, hogy elben számolnod kell, és most az álmok tarója kártyával fogom ezt a négy lapot megmutatni. Az első az mindjárt az akasztott lapja. Az akasztott, ugye itt most egy ilyen nagyon gyönyörűen ábrázolt kép, de a legtöbb esetben azért ez eléggé megkötözött helyzet. Például az Everyday Witch tarotban így néz ki az akasztott kártyája, amikor ugye meg van kötve a keze és a lába a főszereplőnek. Mindenképpen arra utal, hogy egy ilyen nagyon kötött, felfüggesztett helyzetben vagy, tehát mutathatja azt is, hogy nincs cselekvő erőd, hogy nem tudsz kilépni egy adott szituációból. Általában ezt ilyen megrekedtségnek éljük meg. És hát itt az álmok tarójában ugye olyan te bele zuhanna a vízbe, tehát hogy érzelmileg nagyon nehéz helyzet. Mert olyan te belemerülnél az érzelmek tengerébe, és nem nagyon látsz ki belőle. Tehát ez az egyik helyzet, ami elég elhúzódó. Lassító lapnak is nevezzük ugye az akasztott embert, amikor így lelassulnak a dolgok, szinte megállnak. A következő lap az az ördög. Ugye az ördög az maga a korlátok. Itt is elhoztam a másik tarókártyából az ördögöt. Ez egy egészen más megközelítése a helyzetnek. Az álmok taróján ugye látod, a bolond van a ketrecbe, és az ördög tartja a ketrecet. És ami nagyon érdekes benne, hogy hát mindig egy ilyen beszorult helyzetnek éljük meg ezt az időszakot, amikor korlátozások vesznek körül. És hát ha megnézed, a bolond nem is néz ki az ajtón, tehát azt se veszi észre, hogy van ebből kiút. Tehát igazából azt mutatja, hogy ezek a korlátok valóban jelen vannak, körülötted vannak, de van belőle menekülés. Hát nyilván ugye nem egy könnyű, hiszen nagyon félelmet keltő helyzet, ugye beszűkültnek, szorongónak érezzük magunkat, ahogy itt ez a bolond is a ketrecbe. A másik oldala pedig ugye ez az Everyday Witch tarot, ami igazából a kísértés részét ábrázolja az ördögnek. Ugye jön itt ez az idősebb férfi, aki ugye egy pénzcsomagot akar adni a fiataloknak, és hát bizony nagy a kísértés, hiszen ugye határozott, magabiztos fellépése van, és hát minden olyan csábító. Egyébként nagyon érdekes, a kép hátterébe a vulkán, ami kitörni készül, már ugye füstölög nagyon, tehát mutathat egy olyan helyzetet, ami szintén egy ilyen korlátozottság, mint hogy a vulkánban is belül forrong minden, és nem lehet tudni, mikor tör ki. Tehát ezek a kísértések is nagyon nehéz helyzetbe hozhatnak. Mindenképpen ebből a kiút azért egy hosszadalmasabb folyamat. Legyőzni nagyon nehéz ezeket, főleg hogy a korlátokat, ha nézed. A következő lap a torony. A torony lapja, ezt is ide raktam a másik pakliból. Itt egy picit szemben van ábrázolva, de hát a torony azért mindenképpen azt mutatja, hogy valami olyan helyzet, ami nagyon biztosnak látszott, szépen emelkedett, mint ahogy a torony is emelkedik, az hirtelen összedül, méghozzá ugye egy villámcsapás hatására. És hát ez mindenképpen arra utal, hogy egy váratlan helyzet, egy váratlan esemény tör be az életedbe, és hát minden összeomlik általa. Itt talán jobban látszik, ahogy kezd összeomlani ez a kis tornyocska, és hát nem lehet tudni, mennyi idő, amíg ebből fölállsz. Mindenképpen az a üzenete, hogy hagyd ott ezt a helyzetet, hiszen ez már nem ad számodra fejlődést. És akkor az utolsó lap, ugye mondtam, hogy négy lapot hoztam mára, ez a honlapja. Itt is egy gyönyörű szép ábrázolása. Itt ugye egy másik oldalról van. Maga a nagyító megjelenése ugye azt mutatja, hogy mindent nagyobbnak, félelmetesebbnek élsz meg, hiszen ugye a hold sötétben jön föl, és sötétben minden egy picit ijesztő. Plusz még ugye a denevérek is itt húhognak körülötted, tehát mindenképpen egy ilyen fenyegető élethelyzetnek szoktuk ezt megélni, és a két farkas kutya az pedig ugye a különböző félelmek arcait mutatják, és hát itt zubognak az érzelmek, ami utal arra, hogy hát nagyon nehéz érzelmi helyzetben vagy ilyenkor,
Sajnos ugye ezek mind negatív érzelmek, amik így áradnak, ezért nagyon nehéz a holdlapjából kilépni. Igazából nagyon sokszor segítséggel sikerül csak, mert hát szembe kell nézni a félelmekkel. Egy másik oldala ez a vicstarón, amikor ugye a kis cica pártusznak látja magát, tehát hogy fölnagyítódik az, amit magadról gondolsz, illetve hogy egyfajta illúzió születik. Hát itt ugye az az illúzió, hogy egy nagy fekete pártusz, vagyis hogy nem látja reálisan a dolgokat, és hát bizony ugye a holdlapjánál mi sem látjuk igazából a valóságot, és mindent fölnagyítunk, ugyanúgy, mint ahogy itt is megnyert a nagyítás, csak itt ugye az illúziók. És hát itt is a boszorkány, ahogy átszeli itt a hold fényét, mutathatja, hogy sötét energiák jönnek-mennek a tudatalattiban, anélkül, hogy erről igazán tudomást venni, itt ezek a sötét fellegek is ezt mutatják. Sok minden árnyékolja be ilyenkor a lelkünket, ami nyilván félelmetes lehet, tehát hogy ezért nehéz itt racionálisan előrelépni, mindenképp a megérzés az, ami segíteni tud. Köszönöm a figyelmet!